Kőbányán a Nagy Családosok Egyesületének szervezésében minden adventi hétvégén gyertyagyújtásra várják a családokat. Az idei év első adventi gyertyagyújtása történt meg múlt szombaton a Szent László téren állított Betlehemnél. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azt látjuk, hogy sokaknak hozza ez a hely azt a lehetőséget, ahol egy kicsit meg lehet állni, lehet elmélkedni, és így is hangolódni, készülni az ünnepre. A gyerekeknek pedig azt a valóságot hozza egy kicsit közelebb, hogy Jézus karácsonykor megszületik. Azt látjuk, hogy mindig örömmel jönnek ide a kisgyerekes családok a Betlehemhez, és a délutánok főleg igencsak gyerekzsivajtól hangosan telnek itten. Bízunk benne, hogy ez ebben az évben is így lesz, és sokaknak okozza ezt az örömet a felállított Betlehemünk. Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is lehetőség van arra, hogy a kis Jézust esténként, éjszakára a családok hazavihetik, befogadhatják, a Betlehemből el lehet vinni. Ennek egy feltétele van, hogy előzetesen ezt jelezni kell, egyeztetni kell velünk. Van egy egyesületi tagunk, aki ezt koordinálja. E-mailen lehet jelentkezni azért, mert az a család, aki erre jelentkezik, hogy haza szeretné vinni, ott a gyerekek nagyon készülnek rá, és fontos, hogy senkit ne érjen az a csalódás, hogy ide jön a kis Jézusért, és valaki más elvitte. Tehát itt a Betlehem oldalán megtalálható az e-mail cím, ahol erre be lehet jelentkezni, illetve az egyesületünknek van egy Facebook profilja is, Kőbányai Nagy Családosok címmel, és ott is lehet jelezni, ha valaki szeretné a kis Jézust hazavinni. A Kőbányai Nagy Családosok Egyesülete hosszú ideje fogja közre az adventi ünnepkört és a Betlehem felállítását. Ebben több intézmény a segítségükre szolgál. Örömmel vágtunk ebbe az adventbe is bele olyan értelemben, hogy most már sok éve, hogy állítja az egyesületünk a Betlehemet, illetve az adventi koszorút, és tudjuk azt, hogy sokaknak ez most már tradicionálisan hozzátartozik az ünnepre hangolódáshoz, az ünnepre készüléshez, és ez az öröm fűtött azért engem is, azzal együtt, hogy azért sok szervezés meg munka van benne. Sok munka van benne, egyrészt ugye szervezés, mert hogy több olyan szervezet segít bennünket, és össze kell hangolni a munkákat, beleértve a Betlehem elemeinek a tárolását, a kőkertesek vállalták magukra, ők hozzák minden évben ide ezt nekünk. Az önkormányzattól is kapunk segítséget, támogatást, a világítást, a hangosítást, ezeket össze kellett hangolni, illetve maga a szerkezet felállítása, a berendezés. Azért ez egy kétnapos munka volt az idén az egyesület tagjainak, amíg minden elkészült. Eleve a gondolat, hogy legyen ez a Betlehem, ez az előző vezetőnk, Kimberger Katalin és a férje elgondolása volt. Ők sok évig gondozták is ezt az egész dolgot, és az egyesületünk tagjai pedig jó szívvel álltak mellé és segítettek ebben, és ezt a hagyományt visszük tulajdonképpen tovább, mert azt látjuk, hogy sokaknak örömére szolgál. Szokásokhoz híven minden gyertyagyújtásra szerveznek valamilyen műsort. A mostani alkalomra a Reménység Katolikus Óvoda óvisai állítottak össze az ünnepekre hangolódó dalokat. Ők bizonyosan már régóta készülnek az első adventi gyertya meggyújtására. Ők voltak az elsők, akik bejelentkeztek, hogy idén is jöhetünk akkor az a Betlehemhez műsort adni. És akkor úgy összekaptam magam, hogy hol is tartunk, már el kell kezdeni a készülődést. Úgyhogy igen, tehát valószínű, hogy ők azért már régóta hangolódnak erre. És azt tudom, hogy a gyerekek is nagy izgalommal várják. Nekik ez egy eléggé nagy kihívás, hogy szabad téren, sok ember előtt, sötétbe, tehát hogy eléggé extrém körülmények között szerepeljenek. De most már mondhatni van egy kis rutinjuk, mert a tavaly volt a főpróba, most az idén meg már rutinosan adják elő a kis műsorukat. Az este további részében Kovács Zoltán atya, a Szent László templom plébánosa köszöntötte az egybegyűlteket, és osztotta meg gondolatait az első adventi gyertya meggyújtásával kapcsolatban. Adventi eljövetelet, úrjövetet jelent, a karácsonyi időszakot vezeti be számunkra, és valahogy jó belegondolni, hogy olyan, mint egy út, mint egy zarándokút. Az idén éppen a leghosszabb lesz, létező leghosszabb, 4 teljes hét.
jó úgy nekiindulni, mint ahogy az életünk zarándok útját is járjuk, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, tudjuk, hogy közben elfáradhatunk, megkísért sok minden, sötét van, hideg van, nehézségek vannak, de van egy határozott célunk, ahova el szeretnénk jutni, és főként, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton. Jóisten is ott van, és mi is egymásnak. Első gyertyának még elég szegényes a fénye, de már azt jelenti, hogy ezt jelképezi, hogy valami kis világosság van, valami fény van, amivel el lehet indulni. Nekünk ilyenkor a húsvéti gyertya jut eszünkbe, amelyel bevonulunk nagy örömmel húsvét éjszakán, és az a kis láng, ami Krisztus világosságát jelképezi, már eloszlatja a sötétséget. Abból már el lehet indulni, azt már tovább lehet osztani, azt már sokszor osztani lehet, és ugye ez a láng is növekedni fog majd. Hát igazából elkezdődik ugye egy új időszak, 4 gyertyát szoktunk az adventi koszorúra helyezni. Ezzel kezdődik el az új egyházi év számunkra. Ezzel kezdődik el az adventi időszak. Ezzel mutat rá arra, hogy még lila ugye a szalag mellette, tehát a bűnbánati időszak is kezdődik, egy visszavonultabb, csöndesebb, befelé tekintőbb időszak. És lesz majd olyan gyertya, ugye 2 hét múlva a harmadik, amely rózsaszín szalagot kap, vagy rózsaszín színű, az pedig az adventi örvendezésnek az ideje, a Gaudete vasárnap, amikor egy kicsit úgy föllélegzünk, fölszabadulunk, a felén már túl vagyunk, úgymond, és rá tudunk tekinteni jobban egy határozott megtett út után a célra, hogy már közeledik a karácsony ünnepe, Krisztus születése. Az eleje az még egy kicsit úgy ráncba szed bennünket, hogy meg kell tennünk egy utat. Nálunk ugye itt a katolikus egyházban a rorátéknak a hagyománya is nagyon élő, Magyarországon különösen. A hétköznapi hajnali misék, amikor tényleg ez a szegényes fény fogad csak egy hűvös templomban, de mégis csalogat, és ott a helyünk, és azt a világosságot megadja, aminek a szívünkben is lennie kell. Én Izajásból indulnék egy kicsit hasonlóan az imént mondott gondolathoz, hogy milyen az, amikor fölmegyünk az Úr hegyére, amikor nekiveselkedünk egy nehéz útnak, egy olyan útnak, ami kihívásokkal teli, az adventi zarándok út ilyen, a földi életünkhöz hasonlítva, de hogy mennyire nem vagyunk benne egyedül, és hogy mennyire jó, hogy egyházanyánk mellettünk áll ebben, és így készít föl a karácsonyra. Egy kicsit, ha visszavonulunk, ha elcsöndesedünk, akkor szólal meg a Jóisten abban a csöndben, akkor engedünk neki terepet és teret az életünkben. Az esti program az adventi gyertya meggyújtásával ért véget. Szokásokhoz híven az egyházközösség megjelent tagját kérik fel a gyertya meggyújtására. Így Kovács Zoltán plébánossé volt a nemes feladat. Az elkövetkezendő 3 hétvégén további adventi gyertyagyújtást szervez az Egyesület, hogy az ünnepi időszak és a várakozás még kellemesebben teljen el.